Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz. Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, ha csak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson. És semmi sem történik titokban, ha csak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Majd így folytatta. Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt, ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap. Akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Ezek az evangélium igéi. Jézus a mai evangélium első felében saját küldetéséről beszél, és mint ilyen, egy kicsit arról is, hogy mire hív mindannyiunkat, keresztényeket. Azért gyújtanak-e vajon lámpát, hogy elrejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? Nem azért, hogy világítson mindenkinek? Teszi fel a, mondhatnánk, költői kérdést, hiszen mindenki tudja a választ. Azért gyújtanak lámpát, hogy világítson. János evangéliumában mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. És ez a téma különböző formákban, különösen János evangéliumánál nagyon sokszor előjön. Jézus azért jött, hogy megvilágítson minket. Először is minket kihozzon a sötétségből. Nem azért, hogy elbújjon. Nem azért, hogy majd 2000 éve egy kis ország kis népének csináljon valamit, hanem hogy az egész világot, benne minket is megvilágítson. Máté evangéliumában pedig azt mondja Krisztus magukhoz, az apostolokhoz, a tanítványaihoz, az őt követőkhöz, magyarul hozzánk fordulva. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. És ezzel már is elhelyez minket a mai evangéliumban. Nem azért kaptuk a kereszténységünket, nem azért kaptuk ezt a világosságot, hogy eldugjuk az ágy alá, hogy magunknak legyünk keresztények. Én csinálom a magam dolgát, a másik csinálja a maga dolgát, én keresztény vagyok, ő az, ami, ne zavarjuk egymást. A kereszténység nem erről szól. Ha engem megvilágított Krisztus, ha felfedeztem, hogy valóban a kereszténység, a Krisztussal való kapcsolat adja meg a választ az élet legmélyebb, legkomolyabb kérdéseire, sokkal több, mint egy életstílus, hogy én ezeket csinálom, ő meg azokat csinálja. Egy találkozás magával, az Istennel. Az örök élet itt a földön, és aztán a túlvilágban meg vég nélkül. Ha ezt valóban megtapasztalom, ha ezt látom, mert Krisztus megvilágított, akkor ezt nem tarthatom meg magamnak. Nem rejthetem véka alá vagy az ágy alá. A kommunizmus egyik legérdekesebb hazugsága az volt, hogy a vallás magánügy. A vallás és a keresztény élet nem tud magánügy lenni. Ha valaki megéli a kereszténységet, anélkül, hogy kinyitná a száját, már hirdeti Krisztust. És akkor arról nem is beszéljünk, hogyha megvallja Istent. Nem azért, mert prédikál, nem azért, mert kiáll az utcasarokra, csak egyszerűen a családjában, a barátai, a kollégái előtt nem szégyelli azt, hogy mit tesz vele az Isten az ő életében. A keresztény élet megélését és a világnak való világítást Krisztus ismét összeköti az igéjének a meghallgatásával. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Figyeljetek arra, amit hallotok. Tegnapi evangéliumban hallottuk a magvetőről és az Isten igéjéről szóló példabeszédet. Krisztus figyelmeztet arra, nem mindegy, hogy mit hallgatunk. Nem azért, mert minden bűn. Hallok valami pletykát, attól még nem biztos, hogy én bűnt követek el. Persze, ha szívemben ítélkezek a másik fölött, vagy én mondom rossz indulatúan, az már bűn. Ha hallok egy pajzán viccet, az nem feltétlenül tőlem fakadó bűn. Lehet, hogy akaratomon kívül valaki mondta, és kész.
de hatással van rám, hogy miket hallok, miket mondok. Ahogy az Isten igéjének a befogadása, a tegnapi evangéliumban hallottuk, gyümölcsöt tud hozni, ugyanúgy az egyéb dolgok befogadása, amiket meghallunk, azok is gyümölcsöt tudnak hozni. Csak egyáltalán nem biztos, hogy jó gyümölcsöt. Kérjük ezért az Urat, segítsen minket, segítsen abban, mit hallgatunk meg, mit fogadunk be jó földként, és mihoz gyümölcsöt belőlünk, hogy valóban egyre közelebb kerülhessünk Krisztushoz, és a világot ne megbotránkoztassuk, hanem világosság lehessünk a számukra.